Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit! Mai adásunkat is híradóval kezdjük, témáink a következők. Jótékonysági úszóversenyt tartottak Keszthelyen, a bevételt a Hévízi Szent Lukács idősek otthonának ajánlották fel. Véget ért az egyeste kedvenceinkkel bérlet sorozat. Az utolsó alkalmon Herzku Ágnes énekes és Balogh Kálmán cimbalomművész koncertje várta a közönséget. A hévízi spinningesek is jótékonysági sportnapot tartottak. A bevételt az értelmi fogyatékossággal élők országos szövetségének ajánlották fel. Végezetül a Hévíz Dunapend bajnoki kézilabda mérkőzésről számolunk be önöknek. Ezúttal is hazai győzelem született. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jótékonysági úszóversenyt rendeztek Keszthelyen a Csík Ferenc tanúszodában. Az eseményt első alkalommal szervezték meg a Hévízi Szent Lukács idősek otthona támogatására. Mint Csikós Emőke, a program egyik szervezője elmondta, egy beszélgetés során mesélt az intézményről az egyik otthonban dolgozó, így jött az ötlet, hogy megvalósítsák a nemes célt szolgáló rangadót. A szervező hozzátette, a programra való érdeklődés felülmúlta a várakozásaikat, a meghirdetett maximum 100 főből 50-en jelentkeztek a megmérettetésre, akik több kategóriában indulhattak. 25 méteres számokba lehet indulni mellbe, gyorsba, illetve hátúszásba. Ugyanezek a távok megvannak, vagy ugyanezek a számok megvannak 50 méteres távval is. A versenyen korosztályra való tekintet nélkül bárki jelentkezhetett, a legfiatalabb induló mindösszesen 2 éves volt. Az eseményen részt vettek a Szent Lukács idősek otthona dolgozói és 8 lakója is, akik örömmel szurkoltak a gyerekeknek. Nagyon meglepődtünk rajta, de mi már évről évre mindig szeretettel köszöntjük a mi generációk közti együttműködés segít elő mindenféle programot, úgyhogy nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, és ahogy látjuk is, időseink is bejöttek szurkolni, és nagyon sokan jöttek és érdeklődnek az eredmények iránt is. Az igazgatónő hozzátette, azok a lakók sem maradtak le semmiről, akik nem tudtak ellátogatni a versenyre, hiszen filmklub keretein belül vetítik majd le nekik a helyszínen készült videókat. Dalos Rita elmondta, ebben az évben is többször szerveztek gyűjtéseket, melyekből kerti padokat szeretnének vásárolni az otthon lakói számára. A jótékonysági úszóversenyen befolyt összeget is erre fordítják majd. A Szent Lukács idősek otthonát az adventi időszakban is segíthetik a jótékonykodók. A következő hetekben a családi napon, sportnapokon és a főzőklubon való részvétellel is támogathatják az intézményt az adakozók. Az egyeste kedvenceinkkel bérlet sorozat záró estéjén Balogh Kálmán és Herzku Ágnes műsorát tekinthette meg a közönség. Mint a művészek elmondták, munkakapcsolatuk régre nyúlik vissza, időről időre összehozza őket a sors egy-egy közös produkcióra itthon és külföldön is. Az összeszokott páros a hévízi közönséget Népek zenéje, világzene című produkciójával várta. Világzenével kapcsolatosan mindig egy másfajta hangszerelésű, másfajta harmónia világú zenét szoktunk érteni, aminek az alapja valamilyen népzene. Mi elsősorban népzenét fogunk ma este játszani, de nem csak magyar népzenét. Tehát román népzene is el fog hangozni, és a Kárpát-medencéből gyakorlatilag az egész területről merítünk. Erdélyből is, Magyarországról is, Magyarországnak több helyszínéről, úgyhogy a sokszínűség az igaz, de a szónak ma már a hagyományos értelembe vett világzenei oldala szerintem ez a mai estére annyira nem igaz, de ezt majd döntsék el a nézők, mert lehet, hogy ez egy sokkal tágabb fogalom, mint ahogy én azt gondolom. Az énekszó mellett a főszerepet az esten a cimbalom kapta. Mint Balogh Kálmán elmondta, ez a hangszer újra virágkorát éli napjainkban, de ahhoz képest, hogy a cimbalom hungarikum, nálunk kevesen ismerik.
Nagyon sok ember, aki nem benfentes, az rácsodálkozik, hogy ez a citera? Nem, ez a cimbalom, bár egy család, de ugye a citerát pengetik és kisebb, a cimbalom pedig hát elég nagy, rengeteg húr van rajta, 132-133 húr van rajta, és két verővel vagy több verővel szólaltatjuk meg. Nagyon virtuóz a hangszer. A legtöbb ember elképed, hogy ennyi húr között hogy lehet eltalálni ilyen sebességgel. Hát természetesen ezek hosszú évek tréningje van emögött, és lassan alakul ki, mint egy zongoránál, de nagyon nagy lehetőségei vannak a hangszernek. Én azért imádom, mert nem csak dallamot játszunk, de kísérünk, azon kívül variációkat is lehet csinálni. Tehát egy olyan, a zenének a spektrumát teljesen be tudja járni, és érdekes módon most már hát nem csak a klasszikus zenében, nem csak a népzenében, nem csak a cigányzenében, de már a modern zenében és jazzben is használják, hihetetlen új távlatok nyílnak. Herczko Ágnes és Balogh Kálmán koncertjét nézőink is megtekinthetik majd a Hévízi Televízió egy későbbi adásában. A most záródó egy este kedvenceinkkel előadás sorozatot a Művelődési Központ várhatóan jövőre is megszervezi. Jótékonysági napra várták a sportszerelmeseit a hévízi spin racingesek. Az egész napon át tartó eseményen szabadtéri köredzéseken és spin racingen vehettek részt az érdeklődők. A programra edzettségtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhetett. Mint Kis Vera, az esemény szervezője elmondta, nem ez volt az első alkalom, hogy adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak. Viszonylag sokszor jótékonykodunk, kihasználjuk azt, hogy elég sokan vagyunk, és hogy elég összetartó közösségről beszélünk. Első alkalommal a koraszülötteknek, itt van az Zalaegerszegen az Zala megyei koraszülött alapítvány, és őnek kezdtük először ezt az egész jótékonykodást, és akkor így kinőtt a magát, úgyhogy most már keressük azokat a helyeket, ahol még jó helye lehet az adományainknak, mind a pénzszerű, mind a ruhagyűjtések, játékgyűjtés, könyvgyűjtés, attól függően, hogy milyen közösségeket találunk meg. A jótékonysági napon befolyt összeget ezúttal az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Veszprém megyei szervezetének ajánlották fel a sportolók. Az Évfolyész Veszprém megyei szervezete körülbelül 1600 taggal rendelkezik. Mint megtudtuk, szoros kapcsolatban állnak több intézménnyel, akik többször is segítették már adományaikkal munkájukat. A hévízi spin racingesek felajánlását is nagy örömmel fogadták. Ez a kapcsolat már több éve tart nálunk. Nagyon sok felajánlással keresték meg egyesületünket, amiket mi kijutattunk a fiataloknak, rászorulóknak, és mindig nagy örömmel fogadtuk, és most ezt a gondolatot, hogy értünk szól ez a nap, és ennek a napnak a bevételét pedig kinti szabadidős sporteszközökre szeretnénk költeni. A spin racingesek nem csak ezen a napon jótékonykodtak. November 30-áig a rászorulóknak gyűjtenek ruhákat és használati tárgyakat, melyeket karácsony előtt szeretnének eljuttatni a nélkülözőknek. Ebben az évben még véradást is szerveznek, mely várhatóan december 6-án lesz. Hétvégén hazai környezetben lépett pályára városunk női kézilabda csapata. A bajnokságban ezúttal a Dunapent NKS-e együttesét fogadták. A mérkőzés 6 egymás utáni hazai góllal vette kezdetét. A hévíziek magabiztos menetelését csak a 11. percben törte meg a Dunapent. A következőkben ledolgoztak hátrányukból egy 4-es gólsorozattal, így a 15. percben 7-5-5 mutatott az eredményjelző. Majd szépen lassan egyenlítettek is, 5 perccel a félidő vége előtt 13-13 volt az állás. Az első játékrész végül 15-15-ös eredménnyel zárult. Ezt vártuk, mert tavaly ugye sajnos itthon is és Dunajvárosban is kikaptunk tőlük. Egy jó ilyen drusztolós csapatnak mondanám, soha nem fogják feladni. Kicsit ők szerintem az öltözőben maradtak, rosszul kezdtek, mi ugye az 5-0-al kezdtük. Védekezésünk összeállt az elején. Amikor úgy időt kértek, összeszedték ők is a gondolataikat, hogy mit szeretnének ellenünk játszani. Szerintem csak ezen múlik. Én egy kicsit a kapus teljesítményt mindenképpen fel kell javítanunk a második félidőben, mert védett labda nélkül nem fogunk tudni nyerni, ez egyértelmű. Támadásban is volt elszórt labdánk, nem gondolom nagy problémának. Remélem az öltözőben megbeszélik a második fél időre a dolgokat. A második játékrész elején kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, felváltva estek a gólok.
így a játékrész 11. percében 22-21 volt az állás. A következő percekben egy 5 gólos sorozattal ismét a hazaiak húztak el, a 16. percre 6 gólos előnyt dolgoztak ki, ekkor 27-21-et mutatott az eredményjelző. A héviziek ezután is tartották lendületes menetelésüket, ami mellett a vendégcsapat csupán egy-egy labdát tudott a hálóba juttatni. Így a pontok sorsa is eldőlni látszott. 5 perccel a mérkőzés vége előtt 32-23-at mutatott az eredményjelző. A mérkőzés végül 36-25-ös nagyarányú hazai győzelemmel zárult. Úgy indult, hogy nagyarányú lesz, aztán utána sikerült egy olyan 25 percet fél órát produkálni, amire nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége. Küzdős hajtós meccs lett belőle. Örülök, hogy a második fél időben jobban bírtuk a harcot. Cserébe tudtunk védekezésbe frissíteni, illetve támadásba szép gólokat tudtunk lőni, úgyhogy örülök, hogy meg tudtuk állítani a lerohanásokat, illetve az átlövőket semlegesíteni a második fél időben. A kézilabdás lányok jövő héten Csurgóra látogatnak el, utolsó hazai mérkőzésüket pedig december 8-án szombaton 14 órától játsszák a Nemesvámos együttese ellen. A Hévizes K. Duna Pent NKS-e teljes bajnoki mérkőzést csütörtöki sportadásunkban tekinthetik meg nézőink, de honlapunkon is megtalálják majd. November 28-án a Hévízi Szabad Egyetem következő alkalmával Géci Gábor tanár várja az érdeklődőket. Előadásának témája a Kárpát-medence szakrális földrajza. A program 17 órakor kezdődik. A Hévízi Új Színpad Kulturális Egyesület idén is meghirdette színház bérletét. Az évad első előadása november 29-én lesz az Alsó-Páhoki Művelődési Házban. A helyszínen külön az előadásokra is lehet jegyet vásárolni. Érdeklődni az egyesület elérhetőségein tudnak. Hétvégén elkezdődnek városunkban az adventi programok is. November 30-án pénteken a Swing and Dance Group koncertje kezdődik 17 órakor. Szombaton ugyanekkor pedig Szakonyi Milán és Hajdú Klára előadása várja a közönséget. Advent első vasárnapján 14 órától süteményvásár tartanak, 16 órakor meggyújtják az első gyertyát a város koszorúján, az estet pedig Berkes Dániel és tanítványainak műsora zárja. Ugyanezen a napon 15 órától Mikulásváról délután is várja a gyerekeket játszóházzal, koncerttel és Mikulás fotózással a városi sportcsarnokban. A részleteket megtalálják képújságunkban, honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Boldog karácsonyt, Klára! Keresztpapa! Az idei ajándékodra örökké emlékezni fogsz. A legtöbben nem is tudnak világunk zűrzavaros birodalmairól. De nálad otthon a kulcs. Titkaik nyitja. Ne feledd, Clara, semmi sem az, aminek látszik. Hol vagyok? A négy birodalomban, Clara hercegnő. Hercegnő? Szolgálatára, fenség. Talán túl sokat időztem a padláson. A Disney bemutatja. Köszöntelek a világunkban. A hópelyhek földjén. A virágok földjén. És a nyalánkságok földjén. Ám van egy negyedik birodalom is, ott kezdődtek a gondok. A rőd boszorka háborút indított. Nem tudod, hogy ez veszélyes? Aminek remélem te majd véget vesz. Mentsük meg a királyságot. Ez csupán egyszerű fizika. Mindig ugyanúgy működik? Hát, tudtam, mal igen. Mehet? Rajta! Idén megismerheted a legenda rejtett oldalát. Csapatokat gyűjt. Egyedül te tudod megállítani. Már vártalak. Itt az idő.
A Diótörő és a Négy Birodalom. Hamarosan a mozikban. Nekünk magyaroknak a család az első. Ezért az elmúlt években számos családtámogatási intézkedés született. Most lehetőségünk van arra, hogy további lépésekről döntsünk. Ezért indul az új nemzeti konzultáció a családok védelméről. Döntsünk közösen! Töltse ki ön is a konzultációs kérdőívet. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Süt a nap és kék az ég. A tavak vize csodaszép. Mélyen lent a víz alatt láthatod a sok halat. Ponty, csuka, pisztrán, keszeg. Jól gondold meg, hogyan ezed. Tengeri, édes, vadvízi az elmédet is frissíti. Ha sokat eszel belőle, nagy és erős leszel tőle. Reggel, este egyél halat. Hidd el, ez a legjobb falat. Most következő magazin műsorunkban elsőként a Hévízi élőzenés Táncolda születésnapi báljáról tekinthetnek meg hangulatfilmet. A tagok a Táncolda fennállásának 8. évfordulóját ünnepelték. Végezetül annak a Zala megyei növendékhangversenynek az első részét tekinthetik meg, melynek városunk adott otthont, és a megye 9 iskolájának 19 diákja mutatkozott be. További tartalmas időtöltést kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ezen a jeles napon, Táncoldánk 8. születésnapján. Hát ez is eljött, ez is megért, ezt is megértük, nagyon boldogok vagyunk és örülünk neki. Ohio, two bodies in Ohio.
Thank you.
Thank you.
Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit! Mai adásunkat is híradóval kezdjük, témáink a következők. Jótékonysági úszóversenyt tartottak Keszthelyen, a bevételt a Hévízi Szent Lukács idősek otthonának ajánlották fel. Véget ért az egyeste kedvenceinkkel bérletsorozat, az utolsó alkalmon Herzku Ágnes énekes és Balogh Kálmán cimbalomművész koncertje várta a közönséget. A hévízi spinningesek is jótékonysági sportnapot tartottak. A bevételt az értelmi fogyatékossággal élők országos szövetségének ajánlották fel. Végezetül a Hévíz Dunapend bajnoki kézilabda mérkőzésről számolunk be önöknek. Ezúttal is hazai győzelem született. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jótékonysági úszóversenyt rendeztek Keszthelyen a Csík Ferenc tanúszodában. Az eseményt első alkalommal szervezték meg a Hévízi Szent Lukács idősek otthona támogatására. Mint Csikó Semőke, a program egyik szervezője elmondta, egy beszélgetés során mesélt az intézményről az egyik otthonban dolgozó, így jött az ötlet, hogy megvalósítsák a nemes célt szolgáló rangadót. A szervező hozzátette, a programra való érdeklődés felülmúlta a várakozásaikat, a meghirdetett maximum 100 főből 50-en jelentkeztek a megmérettetésre, akik több kategóriában indulhattak. 25 méteres számokba lehet indulni mellbe, gyorsba, illetve hátúszásba. Ugyanezek a távok megvannak, vagy ugyanezek a számok megvannak 50 méteres távval is. A versenyen korosztályra való tekintet nélkül bárki jelentkezhetett, a legfiatalabb induló mindösszesen 2 éves volt. Az eseményen részt vettek a Szent Lukács idősek otthona dolgozói és 8 lakója is, akik örömmel szurkoltak a gyerekeknek. Nagyon meglepődtünk rajta, de mi már évről évre mindig szeretettel köszöntjük, ami generációk közti együttműködést segít elő mindenféle programot, úgyhogy nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, és ahogy látjuk is, időseink is bejöttek szurkolni, és nagyon sokan jöttek és érdeklődnek az eredmények iránt is. Az igazgatónő hozzátette, azok a lakók sem maradtak le semmiről, akik nem tudtak ellátogatni a versenyre, hiszen filmklub keretein belül vetítik majd le nekik a helyszínen készült videókat. Dalos Rita elmondta, ebben az évben is többször szerveztek gyűjtéseket, melyekből kerti padokat szeretnének vásárolni az otthon lakói számára. A jótékonysági úszóversenyen befolyt összeget is erre fordítják majd. A Szent Lukács idősek otthonát az adventi időszakban is segíthetik a jótékonykodók. A következő hetekben a családi napon, sportnapokon és a főzőklubon való részvétellel is támogathatják az intézményt az adakozók. Az egyeste kedvenceinkkel bérletsorozat záró estéjén Balogh Kálmán és Herzku Ágnes műsorát tekinthette meg a közönség. Mint a művészek elmondták, munkakapcsolatuk régre nyúlik vissza, időről időre összehozza őket a sors egy-egy közös produkcióra, itthon és külföldön is. Az összeszokott páros a hévízi közönséget Népek zenéje, világzene című produkciójával várta. Világzenével kapcsolatosan mindig egy másfajta hangszerelésű, másfajta harmónia világú zenét szoktunk érteni, aminek az alapja valamilyen népzene. Mi elsősorban népzenét fogunk ma este játszani, de nem csak magyar népzenét. Tehát román népzene is el fog hangozni, és a Kárpát-medencéből gyakorlatilag az egész területről merítünk.
Erdélyből is, Magyarországról is, Magyarországnak több helyszínéről, úgyhogy a sokszínűség az igaz, de a szónak ma már a hagyományos értelembe vett világzenei oldala szerintem ez a mai estére annyira nem igaz, de ezt majd döntsék el a nézők, mert lehet, hogy ez egy sokkal tágabb fogalom, mint hogy én azt gondolom. Az énekszó mellett a főszerepet az esten a cimbalom kapta. Mint Balogh Kálmán elmondta, ez a hangszer újra virágkorát éli napjainkban, de ahhoz képest, hogy a cimbalom hungarikum nálunk kevesen ismerik. Nagyon sok ember, aki nem bennfentes, az rácsodálkozik, hogy ez a citera? Nem, ez a cimbalom, bár egy család, de ugye a citerát pengetik és kisebb, a cimbalom pedig hát elég nagy, rengeteg húr van rajta, 132-133 húr van rajta, és két verővel vagy több verővel szólaltatjuk meg. Nagyon virtuóz a hangszer. A legtöbb ember elképed, hogy ennyi húr között hogy lehet eltalálni ilyen sebességgel. Hát természetesen ezek hosszú évek tréningje van emögött, és lassan alakul ki, mint egy zongoránál, de nagyon nagy lehetőségei vannak a hangszernek. Én azért imádom, mert nem csak dallamot játszunk, de kísérünk, azon kívül variációkat is lehet csinálni. Tehát egy olyan a zenének a spektrumát teljesen be tudja járni, és érdekes módon most már hát nem csak a klasszikus zenében, nem csak a népzenében, nem csak a cigányzenében, de már a modern zenében és jazzben is használják, hihetetlen új távlatok nyílnak. Herczko Ágnes és Balogh Kálmán koncertjét nézőink is megtekinthetik majd a Hévízi Televízió egy későbbi adásában. A most záródó egy este kedvenceinkkel előadássorozatot a Művelődési Központ várhatóan jövőre is megszervezi. Jótékonysági napra várták a sportszerelmeseit a hévízi spin racingesek. Az egész napon át tartó eseményen szabadtéri köredzéseken és spin racingen vehettek részt az érdeklődők. A programra edzettségtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhetett. Mint Kis Vera, az esemény szervezője elmondta, nem ez volt az első alkalom, hogy adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak. Viszonylag sokszor jótékonykodunk, kihasználjuk azt, hogy elég sokan vagyunk, és hogy elég összetartó közösségről beszélünk. Első alkalommal a koraszülötteknek, itt van az Zalaegerszegen, az Zala megyei koraszülött alapítvány, és őnek kezdtük először ezt az egész jótékonykodást, és akkor így kinőtte magát, úgyhogy most már keressük azokat a helyeket, ahol még jó helye lehet az adományainknak, mind a pénzszerű, mind a ruhagyűjtések, játékgyűjtés, könyvgyűjtés, attól függően, hogy milyen közösségeket találunk meg. A jótékonysági napon befolyt összeget ezúttal az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Veszprém megyei szervezetének ajánlották fel a sportolók. Az Évfolyész Veszprém megyei szervezete körülbelül 1600 taggal rendelkezik. Mint megtudtuk, szoros kapcsolatban állnak több intézménnyel, akik többször is segítették már adományaikkal munkájukat. A hévízi spin racingesek felajánlását is nagy örömmel fogadták. Ez a kapcsolat már több éve tart nálunk. Nagyon sok felajánlással keresték meg egyesületünket, amiket mi kijutattunk a fiataloknak, rászorulóknak, és mindig nagy örömmel fogadtuk, és most ezt a gondolatot, hogy értünk szól ez a nap, és ennek a napnak a bevételét pedig kinti szabadidős sporteszközökre szeretnénk költeni. A spin racingesek nem csak ezen a napon jótékonykodtak. November 30-áig a rászorulóknak gyűjtenek ruhákat és használati tárgyakat, melyeket karácsony előtt szeretnének eljuttatni a nélkülözőknek. Ebben az évben még véradást is szerveznek, mely várhatóan december 6-án lesz. Hétvégén hazai környezetben lépett pályára városunk női kézilabda csapata. A bajnokságban ezúttal a Dunapent NKSE együttesét fogadták. A mérkőzés 6 egymás utáni hazai góllal vette kezdetét. A hévíziek magabiztos menetelését csak a 11. percben törte meg a Dunapent. A következőkben ledolgoztak hátrányukból egy 4-es gólsorozattal, így a 15. percben 7-5-öt mutatott az eredményjelző. Majd szépen lassan egyenlítettek is, 5 perccel a félidő vége előtt 13-13 volt az állás. Az első játékrész végül 15-15-ös eredménnyel zárult. Ezt vártuk, mert tavaly ugye sajnos itthon is és Dunaújvárosban is kikaptunk tőlük. Egy jó ilyen
drusztolós csapatnak mondanám, soha nem fogják feladni. Kicsit ők szerintem az öltözőben maradtak, rosszul kezdtek, mi ugye az 5-0-al kezdtük. Védekezésünk összeállt az elején. Amikor úgy időt kértek, összeszedték ők is a gondolataikat, hogy mit szeretnének ellenünk játszani. Szerintem csak ezen múlik. Én egy kicsit a kapus teljesítményt mindenképpen fel kell javítanunk a második félidőben, mert védett labda nélkül nem fogunk tudni nyerni, ez egyértelmű. Támadásban is volt elszórt labdánk, nem gondolom nagy problémának. Remélem az öltözőben megbeszélik a második félidőre a dolgokat. A második játékrész elején kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, felváltva estek a gólok. Így a játékrész 11. percében 22-21 volt az állás. A következő percekben egy 5 gólos sorozattal ismét a hazaiak húztak el, a 16. percre 6 gólos előnyt dolgoztak ki, ekkor 27-21-et mutatott az eredményjelző. A héviziek ezután is tartották lendületes menetelésüket, ami mellett a vendégcsapat csupán egy-egy labdát tudott a hálóba juttatni. Így a pontok sorsa is eldőlni látszott. 5 perccel a mérkőzés vége előtt 32-23-at mutatott az eredményjelző. A mérkőzés végül 36-25-ös nagyarányú hazai győzelemmel zárult. Úgy indult, hogy nagyarányú lesz, aztán utána sikerült egy olyan 25 fél óra, 5 percet fél órát produkálni, amíg nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége. Küzdős hajtós meccs lett belőle. Örülök, hogy a második fél időben jobban bírtuk a harcot. Cserébe tudtunk védekezésbe frissíteni, illetve támadásba szép gólokat tudtunk lőni, úgyhogy örülök, hogy meg tudtuk állítani a lerohanásokat, illetve az átlövőket semlegesíteni a második fél időben. A kézilabdás lányok jövő héten Csurgóra látogatnak el, utolsó hazai mérkőzésüket pedig december 8-án szombaton 14 órától játsszák a Nemesvámos együttese ellen. A Hévizes Kárduna Pent NKS teljes bajnoki mérkőzést csütörtöki sportadásunkban tekinthetik meg nézőink, de honlapunkon is megtalálják majd. November 28-án a Hévízi Szabad Egyetem következő alkalmával Géci Gábor tanár várja az érdeklődőket. Előadásának témája a Kárpát-medence szakrális földrajza. A program 17 órakor kezdődik. A Hévízi Új Színpad Kulturális Egyesület idén is meghirdette színház bérletét. Az évad első előadása november 29-én lesz az Alsó Páhoki Művelődési Házban. A helyszínen külön az előadásokra is lehet jegyet vásárolni. Érdeklődni az egyesület elérhetőségein tudnak. Hétvégén elkezdődnek városunkban az adventi programok is. November 30-án pénteken a Swing and Dance Group koncertje kezdődik 17 órakor. Szombaton ugyanekkor pedig Szakonyi Milán és Hajdú Klára előadása várja a közönséget. Advent első vasárnapján 14 órától süteményvásárt tartanak, 16 órakor meggyújtják az első gyertyát a város koszorúján, az estet pedig Berkes Dániel és tanítványainak műsora zárja. Ugyanezen a napon 15 órától Mikulásváról délután is várja a gyerekeket játszóházzal, koncerttel és Mikulás fotózással a városi sportcsarnokban. A részleteket megtalálják képújságunkban, honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Boldog karácsonyt, Clara! Az idei ajándékodra örökké emlékezni fogsz. A legtöbben nem is tudnak világunk zűrzavaros birodalmairól. De nálad ott van a kulcs. Titkaik nyitja. Ne feledd, Clara, semmi sem az, aminek látszik. Hol vagyok? A négy birodalomban, Clara hercegnő. Hercegnő? Szolgálatára, fenség. Talán túl sokat időztem a padláson. A Disney bemutatja. Köszöntelek a világunkban. A hópelyhek földjén. A virágok földjén. És a nyalánkságok földjén. Ám van egy negyedik birodalom is, ott kezdődtek a gondok. A rőd boszorka háborút indított. Nem tudod, hogy ez veszélyes? Aminek remélem, te majd véget vesz. Mentsük meg a királyságot.
Ez csupán egyszerű fizika. Mindig ugyanúgy működik? Hát, tudtommal igen. Mehet? Rajta! Idén megismerheted a legenda rejtett oldalát. Csapatokat gyűjt. Egyedül te tudod megállítani. Már vártalak. Itt az idő. A Diótörő és a Négy Birodalom. Hamarosan a mozikban.